3D nyomtatott szobrok, figurák, cosplay elemek és mindenféle apróság megrendelésre a 3D Imperium kínálatában. Keressétek őket Instán és weboldalukon, link a leírásban. Az a hetedik epizódja egyértelműen egy átkötő jellegű rész volt, leginkább a harmadikhoz tudnám hasonlítani, habár bár nekem személy szerint attól egy kicsit jobban tetszett. Egyértelműen látszik, hogy az elsőleges célja az epizódnak az volt, hogy a karaktereket, mint a sakbábukat elhelyezze a megfelelő pozícióban a finálé kezdetéhez, ez pedig igazából szerintem jól sikerült, mellette pedig egy izgalmas epizódot kaptunk. Ugyanakkor a finálé kapcsán és a még megválaszolatlan kérdések kapcsán kezdenek némi aggályaim lenni, hogy a esetleg nem kellő mértékben kapunk majd ezekre választ, viszont erre még a videó vége felé kitérek majd, most nézzük, hogy mi történt az epizódban. A rész híra indult, ami őszintén szólva egy kicsit meglepett. Nem számítottam rá, hogy foglalkozni fognak még ezzel a kérdéssel a sorozatban, vagy ha igen, akkor maximum az utolsó részben, viszont ez volt az epizód egyik legjobb jelenete. Zionot továbbra is megérdemelne egy pár buksisimit egy székkel, de egyre biztosabb vagyok abban is, hogy köze van a birodalmi maradványok tevékenység és szándékosan szabotálja az új köztársaság működését. Külön tetszett, mikor Carson Tava kiadi mundi módjára felállt, hogy What about the Imperial Attack on the Mandalorians? Amellett, hogy te vagy egy marha jó ragasztó karakter a különböző sorozatok között, ez az egy megszólalás időben is egyértelműen elhelyezte az asszókát, én már bizonyos, hogy a Mandalori harmadik évada után járunk, ahogy arra tippeltem is egyébként. A probléma feloldása c 3 egy fantasztikus húzás volt. Ezzel megkerülték azt, hogy leját rekasztolni kelljen, vagy CGI-jal feltámasztani Fisher-t, ami a mai napig egy elég megosztó dolog lenne valószínűleg. c révén viszont mégis fontossá és érezhetővé vált a jelenléte. Jó tudni, hogy ő is része a védelmi tanácsnak, még ha nem is tudott jelen lenni, egyébként valószínűleg a Chandrilán van, ebben az időben ugyanis ott ülésezett a szenátus. Remekbe szabott megoldás, és magát a droidot is nagyon jó volt látni, korábban szerintem egy felbukkanásánál sem örültem neki ennyire, mint itt. Chopper reakciója is nagyon sokat mondó volt, mikor Ziono nem akarta elfogadni a bizonyítékot, pusztán azért, mert egy droid prezentálta azt. Épp csak egy pillanatnyi kis megmozdulás volt ez részéről, mégis remekül illett a karakterhez. A döntéshozó testületben ült egy Mon Calamari is, aki admirális rangjelzést viselt, így elég biztosan tippelhetünk arra, hogy Akbar tette tiszteletét. Mivel nem beszélt, így a stáblista nem erősítette ezt meg, de a rangjelzés és a faj alapján nem nagyon lehet másra tippelni. Eközben a szokáig a perideára, ahol egy aknamező fogadja őket, melynek következtében a pörgélek elugranak. Ez a visszajutást is meglehetősen megnehezíti majd, gyakorlatilag a Sion szeme maradt az egyetlen eszköz erre a célra. Egyébként a bálna csontok között cikázó sarszenet rohadt jól nézett ki, és nagyon tetszett az is, ahogy Throne a rendelkezésére álló erőforrásokat használva egy perc nyugtot sem hagyott a szókáéknak. Trón összességében is tök jót trónkodott az epizódban, különösen tetszett a reakciója arra, amikor megtudta, ki volt a Ugyebár elég jól ismerte állnak ezzel kapcsolatban még a múlt héten egy külön videót is készítettem. A jelenetein viszont kicsit azt éreztem, hogy elsősorban azon rajongóknak szólt, akik nem találkoztak még korábban a karakterével, ettől függetlenül a megjelenítése továbbra is fantasztikus. Itt van még nekünk ezen felül... Aladdin, Aladdin. Tök jó volt, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint ami a nézőben is felmerül, méghozzá elég humoros formában. Szabin továbbra is kerül, hogy egyértelmű választ adjon ezre a kérdéseire, akinek irigylem a türelmét, nekem biztos elegem lenne már ebből a baromságból. Vicces volt Szabin kis megjegyzése is a jövő ismeretében, szerint Az uralkodó meghalt. Hát, ezt mondják. Ezen felül jó volt legalább említés szintjén Zebről is hallani, aki mint kiderült nem csak pilótáskodik az Adelfin, hanem ő képzi ki a pilótákat. A banditák után Bélen és Shin is felbukkan, akiknek kapcsolatának alakulása továbbra is rendkívül érdekes. Amit az előző részekben mi is érzékeltünk sinnál kapcsolatban, hogy látszólag nem érti és nem tud azonosulni Bélen motivációjával, természetesen a mester is érzékeli ugyanezt és elengedi tanítványát, aki viszont valahogy úgy érzem visszamegy majd hozzá bukása és menekülése után. A harcszenenet szintén nagyon király volt. A Szóka és Bélen rövid kis összecsapása nagyon hatásos volt, különösen a befejezése, melyben a gyakorlatilag ismét elutasította az erőszakot, mint az összetűzés egyetlen megoldási lehetőségét. Nagy összegben mernék fogadni arra, hogy még találkoznak majd az utolsó epizódban egyébként, de ebből lehet, hogy tévedek. Érdemes megfigyelni egyébként, hogy mind az epizód elején látott gyakorló szekvenciában, mind ebben a harcban egyre többször támaszkodik Aszóká újra a régi harcmodorára, a hátrafelé fordított fénykardokkal. Annak is jó volt újra látni egyébként, még ha csak egy hologramon is, egy ehhez hasonló felvételt pedig korábban a lázadókban is láthattunk, valószínűleg az is ennek a húsz felvételnek egyike volt. Ezre a fejlődése az erővel való kapcsolatában, és Harzmonrának átalakulása is tetszett, különösen ahogy elhajolt csapásai elől, illetve amikor a Skywalker korához hasonlóan megállította a fénykardot az erővel, ez a mozdulat már ott is nagyon tetszett, a hangeffekttel együtt, amit itt is újrahasznosítottak. A ramosztagosok látszólag nem élő halottak, legalábbis halálukkor nem távozott belőlük zöld füst, mint márok esetében. Ezek szerint valószínűleg csak a felszerelésüknek lehet köze mágiához, vagy akár annak sem. Három fősünk végül újra egyesült az epizód végén, a fináléra pedig immár minden sakbábú a helyére került. Mostan igazából a Rebelsből hátramaradt kérdések zöme megválaszolásra került, csak azokat a dolgokat fedi homály, amit éppen ez a sorozat hozott be. Mi bejelent célja? Miért alakult így Asszóká és Sabine kapcsolata, ahogy? Leginkább ez a két kérdés foglalkoztat engem, utóbbi már csak azért is, mert Szabin lázadókban elért karakterfejlődése látszólag teljesen visszatért kiinduló pontjába, ennek miértje pedig több magyarázatot igényelne szerintem, mint ez az elejtett félmondat a családjáról Bélen által. Mivel ez a gyakorlatilag pontosan ugyanazokra a dolgokra kíváncsi, mint amire mi is, így egy átfogó beszélgetés a legtöbb erre irányuló kérdésünkre választathatna. Őszintén szóval viszont egy kicsit félek az utolsó epizódtól. Nem egyszer előfordult már korábbi sorozatoknál, mint például a Mandó harmadik évadánál, hogy a finálé előtt egy terjedelmes epizódra számítottunk, mely elvarja a felvezetett történetszálakat, ehelyett pedig egy éppen csak félórás epizódot kaptunk egy nagy CGI csatával, mely ugyan a fő konfliktust elrendezte, minden mást viszont többnyire annyiban hagyott. Bízom benne, hogy ez esetben ez nem így lesz, és a többi szál is szépen el lesz varva, de azért vannak ezzel kapcsolatban némi fenntartásaim. Az azért elég szép bet, hogy throne sikerül majd visszajutnia az ismert galaxisba, a közül pedig valaki vagy meghal, vagy pedig itt ragad a perideán. Erre azért mindenképp lehet számítani, viszont azért remélem, hogy arra is marad majd játékidő, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, illetve Bélennek a terve is ott valami szintén nagyon égető kérdés, nem tudjuk továbbra sem, hogy mit keres és mit akar itt a Perideán. Azért ezzel nagyobb valószínűséggel fog foglalkozni az utolsó epizód, mint Sabinnal és Assókával, de azért remélem, hogy erre is jut majd idő, mert ha ezzel nem foglalkoznának az utolsó részben sem, akkor őszintén szóval nekem egy kicsit hiányérzetem lenne a sorozat egészével kapcsolatban, de ez természetesen majd jövő héten elválik, és majd akkor tudok ezzel kapcsolatban egyértelmű véleményt mondani. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek. Volna meg, ezen fölül kövessetek Facebookon, Instán és TikTokon, illetve csatlakozzatok a csatorna Discord szerveréhez, hogy nem maradjatok le semmilyen érdekes újdonságról, ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuperköszönettel, illetve a csatornatagság funkcióval, csupán havi 400 forintért ezt is megteltitek. Sziasztok! Az erő legyen veletek!